Sziasztok! Nagyon nagy örömmel köszöntök mindenkit, én Dezső vagyok. Most egy összehangosító videóval szeretnék nektek kedveskedni. Mikhozzá a Trabant 601-esről lesz szó. És erről veszek egy olyan autót, amit már a múlt héten bemutattam. Ugye ez az ilyet nevegyetek kategória. A Satellite a Trabant lesz az egyik alany. És én továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy ezt a kis autót nem szabad megvenni. Legalábbis szerintem nem szabad megvenni és e, akkor igazából csak egy magában mutattam be az autót, viszont most össze fogom hasonlítani a Vellivel, és az pedig az a kategória, hogy ilyet vegyetek nyugodtan. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az eredmény, így spontán, hát van egy sejtésem, hogy melyik gyártó fog nyerni, de azért mégiscsak hasonlítsuk össze, mert én így tartom felnek, hogy meg is mutatom, hogy e, e, miért tartom jobbnak a Vellit, mint a Satellite-ot. Na itt is látható ez a kettő kis Trabant. Hát szerintem már borítékolható, hogy melyik fogja megnyerni az összehasonlítást, de mind a kettőnek szerintem nyílik megadni az esélyt, mert én így tartom ezt tisztességesnek. Először beszélnék nektek egy picit az autó történetéről. A Trabant 601. Ez szerintem talán a világ legismertebb szocialista autója, ami valaha készült. Úgyhogy nem csak a keleti tömb országaiban vált... Ismerti, hanem bizony nyugaton is nagyon ismert volt ez az autó típus, sőt, hát ma is ismert, ugyanis hát ezt már nem csak egy autóként kezdik, hanem egy szimbólumnak, méghozzá az NDK-nak a e, szimbólumának e, tekintik, még manapság is. 1963 és 1990 között gyártották ezt az autótípust, a 600-as váltotta le, ami egy ilyen szép kis gömböjded karosszériát kapott, és ez kapott egy szerintem szintén szép, de jóval szögletesebb karosszériát. Akkoriban ez eléggé modernek számított Európában, hát ugye, ugye ez a szögletes forma, meg hát ugye Európában akkor nagyon nagy divat volt ez a fecskeforog design, ami ugye a féklámpákat érintette. Amerikában is létezett ez a design, de már a 60-as évek legeslegre óta, ha jól tudom, 1967-től már megszüntették a fecskefarkat, tehát Európa ilyen téren picit el volt maradva Amerikától, de ez nem probléma, nem igazából stílus kérdése gyakorlatilag. Tehát a lényeg, ami lényeg, hogy akkoriban ez a karosszél egész modernnek hatott. Ráadásul ez ugyanúgy első kérdés meghajtású volt, mint elődje, kisfogyasztású volt, kisméretéhez képest aránylag tágas volt ez a gépkocsi, illetve önhordó kompozit elemekből lett összerakva. Tudni illik, de szerintem ezt mindenki tudja, aki ismeri a Trabantot, hogy ez nem fém alapú karosszériával készült, hanem egy úgynevezett duroplast nevezetű anyagból. Ez mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen műanyag karosszéria, vagy sokan hívják emiatt ezt a Trabantot papírjaguárnak ugye gyapott hulladékot ö, ö, belerakják a ö, formába, ö, aztán jó ideig gőzölik, mire az ö, anyag megkeményedik, és akkor így össze is rakják a ö, gépkocsit. Majd beszélek egy picit a teszről, mert úgy gondolom, hogy azt is érdemes megemlíteni. Nos, ö, ugye ahogy mondottam, 63-ban jelent meg a típus, ezzel a szedán kivitelű karosszériával, meg ez, ö, egy kétütemű motorral volt egy egész végig gyártásban, meg 6 voltos elektromos rendszerrel, és akkor hát az volt is baj is, hát egy évekkel később le is cserélték a jobb minőségű 12 voltosra, és hát megemlítettem a motort, igen, ez volt az egyik legnagyobb probléma igazából az autótípusra kapcsolatban, a kétütemű motor. Ebben egy kéthengeres kétütemű 594 és félköpcent is kezdetben 23, később 24, legvégén 26 lóerős motor dübörgött. Amikor ez az autó megjelent, a két motor még nem volt annyira ritka, de azért az is eléggé ritkú félben volt, hisz hogyha megnézzük az akkori kis autók listáját a 60-as évekből, már akkor azok is négy motorral motorra futottak. Volkswagen Bogár, Citroen Kacsa, Mini Cooper, akkor fejezték be a Renault 4 CV gyártását, de az is négy motorra készült, de akkoriban 1961-ben már megjelent a Renault 4-es, Gyártották még a Morris Minor-t, az is négyütőmű motorral készült, tehát azért lehet érzékelni, hogy a Trabant egy picit furcsa megoldást választott, vagy a Trabantnál furcsa megoldást választottak, és hát nem is volt ez éppen a legszerencsésebb. Habár akkoriban a Szábok meg az Auto Union, vagy az a DKV gépkocsik is kétütőmű motorral futottak, de eléggé hamar áttértek a négyütőmű motorra. Igazából a Trabantnál is meg megvolt a szándék, hogy áttérjenek a négyítőmű változatra még a 60-as években, mert már ennek a gyártását 1970-ben befejezték volna, és hogy megjelenjen a, modern, modernebb karosszériás négyütőmű négy, négy motorral szeret, ha jól tudom, az már fém karosszériás volt, a 603-as. El is készült három prototípus, de azokat be kellett zúzatni, mert a, a német kommunista párt nem hagyta jóvá. Meg hát pénzügyi okokra hivatkoztak mindig, hogy ezért nem lehet sorozatban gyártani azt a gépkocsit, úgyhogy sutba is fágták az egészet. És emiatt 1990-ig kellett gyártani ezt az autótípust, ami hát nem volt túl szerencsés. Na tehát térjünk vissza picit a gyártás elejére. 1965-ben jelent meg a Kombi karosszériás változat, ezt Universal néven ismerjük, és talán az a Trabant úgy váltott ismerté a Kombi Trabant, hogy kívül kicsi, de belül hatalmas nagy. Tehát, hogyha előre hajtottuk az üléseket, egy egészen szép kis rakteret kaphattunk. Kérdés az, hogy a motor mennyire boldogult vele, mert még a kb. 600 kilós autót is maximum 100 km h órával röpítette. Röpítette, hát mondjuk úgy, hogy röpítette, de az is eléggé nagy, ahhoz is eléggé nagy technika kellett, de ha gyorsabban akartam menni, hát akkor ugye kellett a HCL és a szakadék kombináció. 1960 ben megjelent a külbel az NDK hadseregének, ugye nem voltak oldalajtajai, vászontetővel fették el a járművet, ami lehajtható volt természetesen, meg más volt a jármű hátulja, és ebből készült el a Trump, 1968-ban, ami már a civil változat volt, az főleg exportra készült az a gépjármű. A legnagyobb részben Görögországba exportálták azokat a gépkocsikat, de a Trabant egyébként eljutott Belgiumba is. Annak ellenére, hogy már akkor sem volt éppen túlságosan korszerű, de hát kellően olcsó volt a jármű, és akkoriban még könnyebben lehetett boldogulni a két motorra szerelt gépjárművekkel. A 80-as években azonban már nagyon-nagyon ritkaságszámba ment, és nagyon elavultá vált ez a gépkocsi típus. És végül 1990-ben. Tudtak arra a pontra eljutni, hogy befejezzék ennek a típusnak a gyártását, és már megjelenjen a négygygyütömésítés négy a Trabant 1-es formájában. Tehát abban már egy 1-es Volkswagen motort szerelték bele. Ezt a kis fackot leszedem a satellite-ról és továbbá más különbségek is voltak, ugye hátulra került be a tank, és ezért hátul volt a tankbetöltő nyílás, üzemelőkszínmérőt is kapott padlóváltót, előre tárcsaféket, kapott hátulra dobféket, meg modern műanyag lökhárítókat, meg szokványosabb felniket kapott a gépkocsi, meg a hűtőrácsot is megváltoztatták, illetve más a géptető is, de nem tudta megmenteni már a Trabantot a csőttől, és 1990-ben be is csődölt a márka, hogy az emberek, hogy viszonyulnak ehhez az autóhoz, hát elég vegyesen. Vannak, akik utálják ezt a típust, de vannak, akik szeretik. Én az utóbbi táborba tartozok, nem hogy van nekem ennyi Trabantom, sőt, szerintem készíti fogok majd egy jobb Trabant kollekciós videót. Majd meglátjuk, hogy ez mikor fog összejönni és ö, 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 el kell ismerni azonban, hogy ez az autó rendkívül kultikus, hiszen ez már az NDK szimbólumá vált, ahogy a bemutató elején megemlítettem, mint például a GoTrabi Go is igazából ezért vált ismerté, mert igazából az egész NDK-t parodizálják ezzel a kis Trabanttal, é, illetve még egy értekesség, hogy David Hasselhoff, járt Magyarországon a 90-es években is vezetett is Trabantot. Habár a beszállásra is adott a gondok, és elmondta a vezetés után, hogy a váltó neki rendkívüli módon szokatlan volt. Ugye ez a kormányváltós, ugye a kormányváltósféle ö, 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 gépjármű, ez eléggé furcsa volt neki, é, illetve már az Egyesült Államokban is kezdtek egyre inkább felbukkanni a Trabantok, de ugye a, a gyűjtők vásárolgatják meg, hát a németek is kezdik innen Magyarországról vissza vásárolgatni a Trabantokat, Elég szép summát is kifizetnek értük, mert az a történet, ami annak idején volt, hogy már ilyen 50 ezer forintért veszel guruló Trabantot, ami működik, hát ez ma már nem létezik. Tehát több százezer forint kell ahhoz, hogy egy működőképes, papíros, normál putú 601-es trabantot meg tudjon az ember vásárolni, mert ezeknek az értéke brutálisan megy felfelé, mert hát ugye a legutóbbi példány is elmúlt 30 éves, tehát már veteránkorú mindegyik trabant 601-es. Na, igazából ennyit akartam nektek elmondani, nézzük meg akkor a, ezt a két autót. Ugye ez a Satellite, ez pedig a veldi 7 szempont alapján fogom őket értékelni, hogy ezt megszokhattuk az autók elején. Az oldala, hátulja, a beltér, az alváz, a gurulás és az arányról lesz itt szó. Na és akkor kezdhetjük is. Nos, hát a Satellite-ot ugye már a múltkori videóban eléggé lehúztam az autó, eléggé csúnya óra miatt, és továbbra is én annak tartom, hát ezek a kromozott műanyagok fényszóró gyanánt, ezek valami szörnyen rondák. A hűtőrácsról nem is beszélve, az embléma az mondom akkor, mint mondjuk egy Mercedes Actros emblémája nagyjából. Az indexek aránylag szépek, a lökhárító innen nézve nem néz ki rosszul, egészen addig, ameddig ideig el nem fordítjuk el, de tényleg akkor, mint egy amerikai autón. Ezzel szemben a velin szép, igényes, méretarányos és precíz lett az autó eleje. Szépek a lámpák, szép az irányjelző, nagyon szépen ki lehet dolgozva a hűtőrács, az embléma is jól sikerült, a, a, lökhárító is egészen jó lett. Tehát szerintem evidens, hogy ez az autó fog kapni most egy pontot, úgyhogy 1-0 a veli javára. Térjünk át az autók oldalára. Ezek a kerekek, én még mindig nem tudom őket hova tenni, hogy ez most mi, hogy ez, ennek mi volt a célzata, na de mindegy. A lényeg az, hogy hát semmit nem dolgoztak ki a kereken, amit, amin azért ki kellett volna. És nézzük csak meg a velliét. Szép, igényes és precíz. Tehát eléggé szépen van kidolgozva. Hát ugye ezzel ellentétben megnézzétek csak meg az A és a C oszlopnak a dőlés szögét. Enné azért sokkal valóságűbb, mint ennél, de tényleg én óvodás koromban rajzolgattam ilyen kidnézetű autócskákat, ami hát azért az nem semmi, hogy ilyet lemertek gyártani. Úgyhogy megint egy pont, ráadásul ugye a sárvédői, amit ugye múltkor megemlítettem, hogy ez a realisztikusabb, hogy itt van egy ilyen kis bemélyedés, hát itt nincs, itt olyan, mint az elejénél szóval, ezt is elszúrták, ahogy el lehet. Nézzük meg akkor az autók hátulját. Itt van talán az egyedüli dolog, amire én azt mondom, hogy értékelhető a rendszám tábla. Ez nekem tetszik is. Ugye a DDR 1989 utalása Bernini fal leomlására. Itt ugyan nincsen rendszám, de a többi szempontból viszont veri a szatellájtot. Szebbek a féklámpák, a prizma is kivonlók, azért jó, mondjuk itt is, csak nincsen külön kifestve. Van típusjelzés, szebb a lökhárító, szebb a rendszemtáblának a helye, a csomagtérajtó. Itt azért nem is kommentálnám igazából a dolgokat, úgyhogy megint a Velli fog kapni egy pontot, 3-0. Hajjaj, ez eléggé csúfos vereség, ez mint a februárban történt szó flash Metal versus Velli Trabant összehasonlításán esetében. Ugye, aki nem látta a videót, azt nézze meg keleti autós lejátszási listában megtaláljuk meg az összehasonlításban is, nézzük meg a, a Vellinek a belterét. Nos, itt azért lehet látni, hogy azért jóval igényesebb az autónak a beltere, mint mondjuk a szatellájtnak, majd azt látni fogjátok. Hát ugye nagyon szép maga a kormánykerék, igényesen kidolgozták a műszerfalat, és a telefon nem akar fókuszálni, vajon miért nem szépek maguk az ülések, a kézifékkal is ügyesen ki van dolgozva, és ugye mivel ez egy felhúzható motoros autó, szépen elrejtették egy ilyen kis csomaggal a motor ezt én mindig is díjaztam, meg szerintem díjazni is fogom, ameddig én gyűjteni fogom az autókat, és az ajtók belse is nagyon szép és realisztikus lett, tehát ennek egészen jól sikerült a beltere ezzel ellentétben. Ráadásul ugye keret sincs, az ajtón, amivel ugye kinyitjuk, tehát még azt sem dolgozták ki. Az ajtók belsejével legalább azért próbálkoztak, de ez a fémöltvényes, ez nem annyira szép, mint a műanyag, legalábbis szerintem. Mert így nem is lesz egységes igazából az autó beltere gyakorlatilag. Na, nézzük meg akkor ennek a belterét. Ó még mindig rémáim vannak ettől ez a kormánykerék, öcsém, én nem tudom, hogy kinek volt az ötlete az, hogy jó ötlet ezt berakni ide. A műszerfal, hát az... Oké. Okay. Tehát ez nem, nem, is van ami szép igazából. Az a domborítás, a kormánykerék mögött az se semmi meg milyen pici már kormánykerék magához az autóhoz képest, de tényleg, de tényleg rendkívül kicsi. Az ülések azok a rendkívül vastagok, meg az a dőlészük is egy picit furcsa számra, tehát ezek már nem is ülések, hanem fotelek gyakorlatilag. A váltókar, az mit keres ott lent? Ez egy kormányváltós autó, mit keres ott lent a padlón? Nézzük meg az autó hátulját, hát ugye felhúzható motoros, csak ugye hát itt nem rejtették el az, a, a, a felhúzható motort így az autóban hát igen, igazából a beltér hát az egyetlen nem valóságű, itt pedig majd teljesen ugyanazt, tehát ég és föld a kettő, úgyhogy megint a Velli fog kapni egy pontot, és már igazából ezzel el is dölt, hogy melyik fogja megnyerni a versenyt, és hát ennek már esélye sincs, de az nézzük meg az alvázát Itt akadtam ki a legjobban még múltkor, arra emlékszem, itt borultam ki a leges legjobban, hogy nézzük meg a Vellinél, az picit segíteni fog. Ugye azért a motor alját szépen kidolgozták, a kipufogó is szépen el van vezetve. Mondjuk az a baj, hogy itt útban van a felhúzható motornak a háza, és emiatt ugye nem tudták kidolgozni a kipufogó, de szépen oldalra ki van vezetve. Az a kis pótkeréktartó is jó, tehát, tehát tényleg ennek az autónak az alváz az egészen jó. Na nézzük meg ezt. De jóságos isten. <kül> Nincs meg a motor alja, a kipufogó rendszer nincs meg, a pótkerék tartó sincs meg, a kipufogók megvannak, de hú, ú, 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 az nagyon fáj. Két darab kipufogó és ikercsövekkel, tehát a kipufogó vég, ahogy kinéz, az van borzalmas, tehát nem az egy oldalra ki lenne vezetve, hanem ez a kipufogó változat, tehát nem is kell kommentálni basszus, hogy ez borzalmas, fúj. De tényleg ez nagyon ez a B kategóriás jármű, hogyha ha a kis autóknál van ilyen B kategória félség. Jó, kapunk egy váltót, köszi szépen, meg kardántengely ami amúgy nem is kéne, mert a Trabant 600 nem kapott kardentengelyt. Hű, de király. Tehát borzalmas, fúj. 5-0 a javára. Nézzük meg az autóknak a gurulását. Opa! Ugye mind a kettőt felhúzom. Hát... Na várjunk csak. Egyszerre kéne a két kocsit felhúzni. Valahogy így. Csak nehogy lerepüljenek az asztalról. Nézzük meg megint. Látjátok, hogy egy kezemben húzom fel, tehát nem is csalok. Hát láthatjátok, hogy a Veli, amíg száguld a, a Satellite, az igazából csak töcsmörögni tud gyakorlatilag. Nos, hát igazából 6 mert ez még lassú is, beszéljünk az árérték arányról. Ezt az autót ugyan kaptam, de néha a Pepco-ban fel lehet lenni 1500 forintért ilyen autót, a régió is néha lehet találni ilyen Veli Trabantot, ilyen Maximum 1790ért mindig 2000 forint, van, forint alatt van ennek az autónak az ára. Tehát relatíva jó árban van. Ezzel ellentétben, ezt a régió játékban lehet kapni, kombi kivitelben is meg lehet vásárolni, különböző színekben, de nem az ilyen valóságű színekben, illetve azokban is megkapható, de lehet kapni ilyen lehetetlen színekben, tehát tűzpirosban, mint a Ferrari, vagy ilyen rózsaszínben is láttam, azt hittem, hogy elhányom magam és 1995 forintot elkérnek ezért. És hát az árértékarány itt olcsóbb, de jobb minden, itt pedig ez, ez az autó ráadásul drágább is, de ami szar lehet egy kis autón, ezen szar is. Tehát ez ugyanaz, mint a Mice Fresh Metálnál, hogy drágább is, de szarabb is. Bocsánat, az ennyi csúnya szóért, de igazából nekem ez a véleményem, de szerintem nem sokan vannak azok, akik azt mondják, hogy a Valley az csúnyabb lenne, mint a Satellite, mert ez még nem is éri meg, tehát hogyha mondjuk fordított lenne nagyjából az ár, hogy mondjuk ez lenne 1990 forint, ez pedig mondjuk 1500 maximum, akkor talán normálisabban tudnám látni így a dolgot, de így egyszerűen ez számomra értetetlen, úgyhogy egyértelmű, hogy a Valley fog kapni egy pontot. A második, tehát amióta készítem az összehasonlításokat, ez a második olyan összehasonlítás, ahol csúfos vereséget szenved az egyik, 7-0. Hát ugye ugyanúgy Trabantos, és a drágább és a gyatrább szívta meg, de annyira, hogy egy pontot se kapott tőlem. Úgyhogy mit is mondok összességében, tehát százszónak is egy a vége, vegyetek itt, ezt pedig kerüljétek el. Hát ennyi lett volna már ez a videó, én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a videót megnéztétek. Ha ez a videó tetszett, akkor ezt kérlek jelezzétek a like a feliratkozással, a többi videó megnézésével, az értesítés bekapcsolásával, esetleg a megosztással is. Ha mégsem tetszett, akkor ezt a videót nyugodtan lehet diszlájkolni és megírni a videóval kapcsolatos kritikát. Én Dezső voltam, a videóban remélem, hogy találkozunk. Addig is jók legyetek és sziasztok, további szép napot kívánok mindenkinek!